Sziasztok, Németh Hanna vagyok. Amerikában az Indianai Egyetemre járok, illetve itt focizom, most már majdnem 4 éve. Aki azt mondja, hogy akcentusom van, annak nincs igaza. Megpróbálok ma egész nap majd magyarul vlogolni és bemutatni a napomat. Most 8 óra van, éppen reggelizem zapkását, gyakorlatilag minden reggel, és 9-re megyek majd edzeni. Minden hónapban új erősítő részt kezdtünk, és ma is egy ilyen első nap van, úgyhogy kicsit több idő fog elmenni a mozdulatok bemutatásával, viszont engedélyt kaptam, hogy a reggeli edzést, a futó részét is, illetve az erősítést is nagyon nagy részben meg tudom majd mutatni, úgyhogy igazából remélem ez tartalmas lesz. Utána pedig délután csapatedzés lesz, amikor meg focizunk, ami a reggeli edzésből kimarad. Hát szerda van, úgyhogy ma van az angol-dán meccs. Az időeltolódás miatt délután 3-kor, az én időm szerint délután 3-kor kezdődik a meccs. Úgyhogy ezt majd valószínűleg a barátaimmal beülünk valahova megnézni. Megérkeztem a stadionhoz, itt vannak az edzőpályák, és hát ez a stadion bejárata. Ez az egyetem amerikai foci stadionja, szóval mi nem itt játszunk, vagy edzünk, viszont a reggeli futó, illetve erőnléti edzéseink itt vannak. Megérkeztünk a konditerembe. Szóval minden héten vezetjük, hogy milyen súlya, hány ismétlés számot csinálunk, és utána az erőléti edzőnk minden következő edzés előtt beírja, hogy milyen súlyt célozzuk meg, és hogy azzal hányat kell csinálnunk, úgyhogy... I'm going to take you guys through. Hey, we're here. Shoulders touch. Going back down, all the way down, and then all the way back up. Okay? Now, when I say all the way down, you don't have to come down to here. You can be here, right? But this is not all the way down. All the way down and back up.
you are, right? Who, dude? Minden nap a konditeremben találkozunk a csapattal, és utána kicsit hengerezünk, meg nyújtunk a naptól függően, futunk, vagy erősítésbe kezdünk. Tegnap például hosszabb futás, kondíció növelés volt a fókuszban, szóval 300-200-100 yardos, vagy hát méteres igazából ugyanaz futásokat végeztünk. Utána ma irányváltásokat csináltunk, ahogy láttátok, és azon volt a hangsúly, és holnap pedig azt hiszem sprintek lesznek, és hát igen, minden nap változik a program, készülünk a szezonra. Szóval most végeztem az edzéssel, úgyhogy gyorsan lezuhanyozom, utána elmegyek gyorsan ebédelni, és fél kettőkor kezelésre kell mennem, rehabra. Aki lesz inommal, szenvedek most már azért, hát gyakorlatilag hónapok óta nem gátol abban, hogy edzeni tudjak, csak igazából jobb, hogyha kezelve van. Jobban érzem magam, hogyha a fiziósunk rajta tartja a szemét, és folyamatosan erősítem, és a nyújtásra is nagy hangsúlyt fektetek, úgyhogy oda fogok menni rögtön ebéd után. Szóval ez a gép a vérkeringésemet elzárja, és nehezebbé teszi ezáltal a mozgás, de... No. In Italian and can you say it in Hungarian for the vlog? What is it in Hungarian? Thanks, Millie. Bye. Okay, és most megyünk meccset nézni. Szóval most nézzük mindjárt az angol-dán meccset, és ezen a tévén a dán-angol meccs fog menni, és ezen a tévén pedig ez a mi meccsünk 2019-ből. Most épp nálam van a labda. Ez pont jól kiszámoltam, hogy oda ment. Úgyhogy hát itt nézzük a meccset. Most már este 8 óra van, és végeztem az edzéssel. Ezt sajnos nem tudtam levideózni, de most majd megmutatom a pályát, illetve az edzőközpontot, ahol hát az öltözőnk van, illetve edzés előtt és után időt töltünk. Mindenhova a kártyámmal jutok be, itt a falon láthatóak a szponzorok, és utána pedig itt az évek során összegyűlt bajnoki címek. Utána itt jobbra található egy kis műfüves szoba. Szeretjük szabadon a falnak rugdosni itt a labdát, vagy hát labdával különböző technikai gyakorlatokat végezni, de sokat jövünk ide nyújtani, vagy hengerezni is. Lábtengózni szoktunk itt. Ez az egyik legjobb elfoglaltság. Utána ha az öltözőnkbe jövünk. Ez itt a női foci öltöző. Ebben az egész épületben csak mi, illetve a fiú csapat vagyunk. Először egy kis előtér. Ide például meccsek szünetében jövünk be, és itt tartjuk a taktikai értekezletet. Akkor a fotelek helyett megtöltik a szobát kis székekkel, és itt van egy tévé, illetve taktikai táblák, illetve a logó a falon, ahogy mindig is. Ezen a falon egy nagy csapatkép, ez a 15-ös az én vagyok. Mellette található a csapat által összeállított pár hát motivációs szó, ami igazából a csapatunkat jellemzi. Ezt tavaly állítottuk össze, mivel az egész épületet felújították, úgyhogy ez is nagyon új, illetve ez egy konyha rész, ahol hát edzés előtti snackek vannak, hogyha utolsó pillanatban energiapótlásra van szüksége az embernek, illetve a hűtőben fehérjeitalok edzés utánra. És a legjobb rész talán az öltözőben, hogy hát erről az iPadről tudjuk a zenét irányítani az öltözőben is, illetve a kis szobában is, ahol focizni lehet, úgyhogy...
Amit még kihagytam a videóból, az az, hogy ma tanultam is. Most eszembe, hogy igazából nem elhanyagolható része a napjaimnak, hogy egyetemre járok, és a mesterképzésemet végzem, de nem lett volna valami nagy öröm, hogyha a tanulásomat levideózom, úgyhogy ezt nem tettem meg. Most minden órám online van, de majd ősztől visszatérünk a személyes oktatásra. Ezt igazából már nagyon várom, mert mióta a Covid elkezdődött, igazából elég magányosan tudunk csak tanulni. Viszont az online oktatás miatt igazából úgy osztom be az időmet, ahogy akarom, úgyhogy ezt a részét nagyon szeretem, mert így láthattátok, hogy a napom nagyon nagy része a foci és az edzés körül forog, és ez azt gondolom, hogy jó hatással van rám, és szeretem ezt, hogy ez áll az életem központjában most. És így is dolgozom a diplomám megszerzése felé. Most már majdnem este 11 óra van, úgyhogy lefekvéshez készülöm. Lezárásként még annyit mondanék, hogy köszönöm mindenkinek, aki végignézte ezt a videót, és remélem most már kicsit jobban el tudjátok képzelni, hogy hogyan telnek a napjaim itt Amerikában, és hogy ez a videó jól szolgált az egész csatorna célját, hogy egy kicsit közvetlenebbé, barátságosabbá tegyük a női foci közegét. Azt is remélem, hogy ha bárkinek észrevétele, kérdése, kérése lenne, akkor megtaláltok, és külön üdvözlet a nagyszüleimnek, a családomnak innen Amerikából.